reggelt kívánok mindenkinek. December 7-én reggel, Deres már a határ. Egy fok van, mínusz van. Valószínűleg többnek nézem én ezt, mint egy foknak. Mínuszban, mert elég jó van fagyva, a blokkok minden. Le van fagyva. Tarkot védeni kell, ebben van az üzemanyag, ebben a zöld tartályon az üzemanyag. Megterheli a game. De nem baj az. Éppen nem fűt olyan hamar, mint a... Mint a Toyota motoros. Volt az Hitachi, azt hiszem. Mint a Toyota motoros Hitachi. Ilyenkor meleget fújt. Hát az nem. Mondom, a művendetek van éppen három dömpen, nem lehetne többet beállítani? Azt mondja, nincs kezelő. Nincs kezelő. Kérem szépen. Itt áll három vadonatú dömper, egy kezelője van neki. A háromnak. Kéne, de ebben a hidegben a faszom, majd már később. Szedtem jó sok földet. Délbe álltam neki az egész területet. Déltől fél ötig húztam össze.
most kezd lagyulni a levegő, amit fúj. Nem mondanám, hogy nagyon. Vagy a sóder, vagy bármi. Túzalék, ennyi.
ezt nem lehet kihagyni. Egyébként nem is hiszem, hogy ez ilyen nagyon nagy rágyosság lenne, meg nem is hiszem, de megéri alátenni, mert ennélkül nincs. Ennélkül lófasz.
Önök megtakolja Edróval. Önök megtankolja Edróval. Na, hát akkor mai reggelim. Nem voltam már ma tankolni reggel. Gondoltam, hogy hozok egy liter tejet. Product of England, Marty Spencer látja el élelmiszerrel a shopot a BP kutatnál. Ordinary British Milk. Always British. Mindig britet vegyél. Ha? Teljesen rendben van. Nagyon jól tudják reklámozni egyébként a termékeiket. Minden, hol rajta van a brit zászló. Néhány dologról beszélnék. Úgy félmagasan. Hát az, hogy az Európai Unió milyen álmosutást csinál ebben a szankciókkal, öntököllövéssel, hogy saját magát elvágja a fát, és aki ellen a szankciót hozza, az meg él, mint hal a vízbe, és gazdagodik. Hát nem tudom, hogy nem-e Putyin fizeti őket, de még el tudnám ezt is képzelni. Mandulás klasszom. Még ezt is ezzel közel. Viszont ehhez a magyarországi benzin hiányhoz nem igazán szólnék hozzá, mert nem tudnák objektíven hivatkozni róla, hanem csak kárhőrendően. Mert hogy én hajszál pontosan emlékszek rá, amikor ezért tavaszán az angoloknál benzin hiány volt a utakon. Hajszál pontosan emlékszek rá, hogy micsoda gúnyolódó megjegyzések voltak, hogy ilyen hülyék az angolok, meg miért kellett kilépni az EU-ból, meg így most leszopatják őket, meg stb. És ment el a kárhőrendő megjegyzésre az angolokra. Nem tudnák most én ugyanilyen kárhőrendő megjegyzések nélkül nyilatkozni a magyarországi benzin hiányról, vagy üzemanyag hiányról. Ugye? Na. Háború már rég beszéltünk. Nem tudom, hogy ez a bombázás, ami van, ez az infrastruktúrális bombázás, hogy az oroszok lebombáznak mindent, ami a mindennapi élethez kell.
ez megtörtént volna a kijevi hídnak a robbantása felrobbantása nélkül. De egy biztos. A híd felrobbantása előtt azt mondták az oroszok, hogy bármilyen terrortámadás éri a hidat, nem is a kijevi hídról beszél, de hogy is a krími hídról, bármilyen terrortámadás éri a krími hidat vagy krímet, akkor Isten irgalmazzon Ukrajnának. Ha megtörtént ez a robbanás ott, ami túl soknak kárt nem csinált, na, utána indult már ez a bombázás. Hogy anélkül is megindult volna, vagy nem, nem tudom. De utána indult meg. Addig kínosan vigyáztak rá, hogy ne legyenek ilyen lakosságot érintő, hátrányos, háborús dolgok. Addig kínosan vigyáztak rá. Elítélik Oroszországot azért, mert bombázza az infrastruktúrát a ellátó hálózatot. Pontosan ugyanezt tették az amerikai Szerbiában, Belgrádban, Vajdaságban. Pontosan ugyanezt tették, és ott még abban a különbséggel, hogy ott volt vagy 2500 civil áldozat is. Tehát ott nagyon nagy számú civil áldozat is volt, amit az amcsik csináltak Belgrád bombázásokon. Semmi olyat nem tesznek az oroszok, amint a nyugat, vagy az amcsik, vagy az angolok benne tettek volna mondjuk az elmúlt 30 évben. Semmi olyat nem teszek. Csak hát az a nyugat, a jó fiúk. Az oroszok már az oroszok. Nagyon sok próbálkozás után, ami a világ történelemben előfordult, még mindig nem tettek le a nyugat arról, hogy a földbe döngölje az oroszokat. És még mindig nem tanulnak a kudarcokból, még mindig nem tanulnak. Hányszor kell még az oroszoknak megtanítani a világot arra, hogy hagyják őket békén?
ugye jönnek itt a sok dumával, hogy Oroszország ilyen agresszor, olyan agresszor, és ilyen jó példával jönnek előre, hogy hát Magyarországon 40 évig orosz befolyási övezet volt Magyarország, és elfoglalt, és bevonultak az oroszok, és elfoglalták Magyarországot, stb. 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 Ez igaz. Ez igaz. Csak hogy azt az apróságot felejtel mindenki, hogy először Magyarország ment oda. Mi a bánatos fasz keresett magyar hadsereg a Donnál? Egy idegen ország területén mit keresett a magyar hadsereg? De ha már pedig oda ment, és kikapott, a következményekre nem kell csodálkozni. A történelmet az összességében kéne, összefüggésében kéne értelmezni. Nem pedig kigyarodott epizódonként. Lehet, hogy bennem kéne mandulát. Mikor láttam Lillibe pucolt mandulát, de olyan pucolt mandulát láttam Lillibe, amit a barna héja is le volt, csak fehér, csak fehérre letisztított, teljesen tiszta mandulát. Láttam, hogy még a moron lévő, tehát a mandula magján lévő barna hátyos le volt róla. Véve, és bizony jó árban. Benne egy is esetben mandulát, de kucol mandulát, de mit csinál belőle?
Hűtő nem tudom semmiféle jó. Kertésztárs vagyok. Valamilyen mandás üteményt. Na, ez egy nagyon jó reggeli volt. Visszafordratott műanyagból készült. Húha, ez igen. Süt a nap ezerrel, de nem nagyon beleszik az idő. Két dömper itt áll a C-vágányon, vadonatúj dömperek, és nincs kezelő. Nincs ember. Egy ember, egy dömper hordja ezt, de oda kurva messzire. Úgyhogy jó esetben, hogyha 20 perceket meg tud fordulni egy kanyarral, és hát van itt bőven. Na. Szépen azt mondja, hogy csütörtök, péntek, szombaton is dolgozunk. A szombaton majd egy élőt nyomok innét azért. Egy élőadást. És jövő héten szombaton utazok haza Magyarországra. De délelőtt még itt dolgozok, délig. Vagy egyig. És egyig még itt dolgozok. Szombaton. 3 órára kell ki lenni a repülőtéren. És nem megyek innét haza, úgy van megbeszélve, nem megyek innét haza, idehozom a ruhámat, meg minden cuccot, amit viszek haza, és elmegyek egy szomszéd falu városba, Stevenage-be, és onnét Ervin barátom kivisz a repülőtérre, aztán ő hozzá hazavisz az autómat. Ennyi. Szóra ez világban, nem dolgoztam, vagy
egy hetet, meg két napja, hát egy pár, tehát két hét is összejön abból a pár napból, ami még az fölött volt, az összefüggő hét fölött, úgyhogy be kell hozni valahogy, legalábbis amennyinek be tud jönni. Azt mondják, azt hallottam, már csak azért is, mert azt hallottam, hogy drágaság van Magyarországon. Úgyhogy... Úgyhogy... vinni kell hozzá lóvét, mert egy gazdag országban megyek. Ó, drágaság van. Gazdag ország megyek haza. Na. Ennyi.